kérlek, mutasd be magad, honnan érkeztél. Tökkevér Zsonát vagyok, és én Pécsre érkeztem a konferenciára. És mi jut eszedbe, hogyha meghalt az SGS implantológiai rendszert? Az idén volt 10 éve, hogy együtt dolgozom velük, úgyhogy már volt időm kitapasztalni magát a rendszert és magát a céget. Szerettek velük együtt dolgozni, nagyon könnyű, gyors reagálású maga a cég, tehát 24 órán belül mindent megkapok, amire szükségem van. Könnyű, nagyon felhasználóbarát a rendszer, és nagyon tetszik, hogy a 10 év alatt rengeteg innováció történt a cégnél. Egy szakmailag is, tehát szakmai programokat is hirdettek, és mind pedig a termékek terén. És van-e kedvenc terméked termékpalettán belül? Én még a klasszikus P1-P7 rendszerrel kezdtem, és nekem azért is tetszett meg ez a rendszer, mert hogy hát ugye csontminőségnek megfelelően ki tudtuk választani, hogy melyik típusú implantátum lenne a megfelelő, és tetszett, hogyha maxillába vagy mandibulába implantálok, akkor el tudom dönteni, hogy milyen az, ami a megfelelő lenne számomra, vagy illetve hát leginkább a beteg számára. És nagyon tetszett az, hogy utána megjelent ez a P5 új D-rendszerük, és ezzel például az esztetikai zónában sokkal szebb eredményeket tudunk elérni, mint korábban esetleg. Tehát nem feltétlenül van szükség esetleg kis műtétekre, továbbiakban a látszövetekhez, hanem maga már a gyógyulás is sokkal szebben történik az új termékükkel. Mit javasolnál olyan kollégáknak, hogy most kezdenek implantálni, vagy most váltanának implantrendszert? Akik most kezdenek implantálni, szerintem nekik ez nagyon hasznos, mert ahogy már említettem, nagyon felhasználóbarát és könnyű használni. Nem kell túlbonyolítani a rendszert, tehát hogyha, és nem beszélve arról, hogyha valami új ötleted van, fejlesztési lehetőséged van, ők meghallgatják, és ezt egyébként kifejezetten elősegítik, hogyha valami újdonságot tudsz belevinni ebbe. Nagyon jó az akadémiájuk, amik meghirdettek, tehát akik most kezdik, azok azt tudom mondani, hogy vigyék végig a programot, és minél többet gyakoroljanak és járjanak el, hogy minél több információjuk legyen arról, hogyan legyenek sikeresek ebben a szakmában.